Sziasztok, Felem vagyok, és hát itt vagyunk a harmadik kritikus együttműködés videóban, ami egy kicsit sokáig tartott, mire elkészült, mert egy csomó minden más közbe került, de ezt már, amikor visszajöttem a nyaralásból, akkor megígértem El Martinnak, amikor megnéztem, hogy ez felkerül. És ami azt illeti, hamarosan a negyedik is, az valószínűleg holnap fog érkezni. Ezt is most fogom csinálni, és ez azért van, mert gondolom tudjátok, hogy hamarosan, ha minden igaz, holnap érkezik a 8.7-es patch, ami azt jelenti, hogy az összes eddigi visszajátszás megnézhetetlenné válik számomra. Tehát igyekszem még a mai nap, illetve hát igen, nagyrészt a mai nap során megpróbálok minél többet megcsinálni videóba azok közül, amit megígértem, hogyha és ezeket fel is fogom rakni viszonylag gyorsan, tehát nagy valószínűséggel most jó sok videó fogja követni egymást a következő pár napban. Hogyha a következő 3-4 nap folyamán nem kerül fel a visszajátszásokat, akkor az azt jelenti, hogy sajnos már nem is fog. Mivel egyszerűen nem fogom tudni megnézni többet a 8.7-es patchben. Sajnos nem tudom mindenki visszajátszását felrakni. Egyrészt minőségi okok miatt, nem minden visszajátszás, amit kapok, valóban jó és érdemes arra, hogy felkerüljön. Másrészt rengeteg visszajátszást kapok, és egyszerűen képtelenség annyit felrakni, tehát igyekszem azokat kiválasztani, amit én úgy érzek, hogy jók. Ezt itt szerintem érdemes elmondani. Ha erről bővebben akartok olvasni, hogy hogyan választom ki a visszajelzéseimet, akkor menjetek el a Reddit oldalra, a linket megtaláljátok a videó leírásában, és ott elég részletesen leírtam, hogy milyen módon választom ki azokat a visszajelzéseket, amik felkerülnek a csatornára. Na, de mielőtt túlzásokba esnék így a rengeteg beszédben, nézzük ezt a visszajelzést. Itt El Martin és csapattársai Panderkin és... bocsánat, Penderkin. Pendarkin, oké, okay. És Barsoom fognak játszani, hárman, és Martin az ISU 152-essel van, a nagy BL10-es ágyúval, amit én is majd egyszer talán elérek, és hát látni fogjuk akcióban ezt a szörnyűséges ágyút, 268-as átütés, azt hiszem 750-es alapsebzés, és ha valami elé kerül, akkor annak vége. És ami még érdekes lesz itt, tehát Pendarkin, az ő szegény elég gyorsan meg fog halni, ha jól emlékszem, viszont Barsoom AMX 50%-át is nézhetjük majd egy darabig, és nagyon jól fog teljesíteni az a tank is. Szeretnék majd egyszer arról a tankról is. Tehát hogyha Barsoom vagy valaki más küldene nekem egyet egy ilyen szép francia nehéz tankkal, akkor annak igen örülnék, főleg ha jó lenne. Na, nézzük is. Azt mondja, hogy a pálya az Himmelsdorf, és hát az ISU 152-es nem a legfantasztikusabb sebességű tank a világon. Nem hiszem, hogy van értelme felmenni ugye arra bizonyos dombra, és így Martin is úgy dönt, hogy ehelyett inkább elmegyünk szépen ide ki oldalra, itt a 2-es-3-as lénre, és kidugjuk itt a fejünket. Itt még egy KV 5-ös dugdossa, jó kicsi helyen látjuk, és nagyon jó páncírozó tankról van szó, még a 268-as átütésünkkel is. Martin nem is lő egyelőre. Kicsit kérdéses, hogy eltalálhatnánk, illetve hogy eltalálnánk az is, meg az is, hogy átmenne. Igen, ez talán egy kicsit fölé is ment. Ugye, ha tudjátok, ismeritek a BL10-es ágyút, akkor ugye az a hír jár arról, hogy elképesztően hangulatos kis ágyú. Már olyan értelme, hogy elképesztő hangulatai vannak. Néha mindent eltalál, néha meg semmit. Nem tudom, ez mennyit változott a 8.6-os patchbe, de... Ups, ez most jól megtűnt. Tehát 8.6-ban elvileg minden pontosabb lett, tehát valószínűleg ez az ágyú még rettenetesebb, mint előtte volt az ellenfél számára, és szegény kávét, és ezt meg is tapasztaltam, már csak 1000 HP-ja van a 780-ról, ami azért nem semmi. És van ott egy Hellcat is, mindketten bent vannak ott abban a... Múltkor volt egy kis vitánk arra, hogy most ez tulajdonképpen micsoda, az egy állomás vagy egy hangár, szerintem az egy javító hangárja a vonatoknak. Épp hogy csak kilátszik a Hellcat, nagyon-nagyon kérdéses, hogy eltalálhatnánk-e. De ha jól emlékszem, lesz itt mindjárt egy mulatságos pillanat, nézzétek, csak szépen hátrébb megy a Hellcat, egész jó kidugja a tetejét, és puff. Szegény egyetlen lövéssel eltűnt a föld színéről. Ugye, hogy ez csak szerencse volt-e, vagy a 8.6-os patch áldásos hatása, azt nem tudom, mindenesetre szegény Hellcat biztos nem örült neki. Oké, az állás 3-2, és úgy tűnik, hogy a dombot, ugye a magaslati pozíciót elvesztettük, Barsoom menekül is onnan az AMX-el, és ott azon a bizonyos szörnyűséges sikátoron, ugye a 8-as lénen, ahol általában meg kell állítani az ellenfelet, egy darab IS próbál védekezni, de már a hátába kerültek, és ott jönnek át az ellenfél nehéz tankjai. Tehát bár vezetünk, a helyzet nem túl rózsás. Az igazság. Az a helyeket meggyalítom, hogy AFK a bázison. Úgyhogy most igaziból a bázis és az ellenfelek között inkább az a Pershing és Barsoom AMX 50%-a áll. Martin rohan, hogy felmentse őket. Oldalt látunk egy Type 59-t, aki nem velünk foglalkozik, mi se foglalkozunk vele. Barsoom próbáljuk megmenteni. Egyébként eddig mindenkinek egy kije van, és
Egyelőre még elég távol vagyunk attól a bizonyos kritikus együttműködéstől. Nézzük csak. Hát egy IS-3, úgy tűnik, hogy ja igen, volt itt egy AMX AC48 is. Mondjuk ez nem látszott a minimapen. 6-4 az állás, úgy tűnik, hogy megállítottuk a leérkező ellenfeleket, viszont ott azon a bizonyos sikátorban elképesztő mennyiségű nehéz tank érkezik. Úgyhogy ez nem tűnik túl jónak. Kimegyünk itt előre, AMX AC48 megy előttünk. Ez talán, nézzük. Ja, oké, okay. Tehát ő nem a csapattársunk, illetve a szakasztársunk. És itt jön egy ISR, na igen, ez is egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, nézzétek csak meg ezt. Egy pillanatra megállítom. Tehát van velünk szemben egy IS-3-as, és mi vagyunk az IS-252-vel. Nekünk 1010 életünk van, neki 1500. Igaz, hogy a mi ágyunk jóval nagyobbat sebez, de az igazság, hogy tehát egy az egyben nem fogunk tudni legyőzni egy IS-3-at, ha ő jól csinálja. Tehát ilyen esetben, hogyha én lennék az IS-3-as, már úgyis ott vagyok az ágyúja előtt, valószínűleg úgyis el fog sűrni ez az ágyú. Tehát teljes sebességgel előre és megpróbálni mellé kerülni, remélhetően nem lövi a lánctalpamat. Ha igen, megjavítjuk, és akkor is mellé kerülünk. Hogyha az IS-3 az ISU mellé kerül, akkor onnantól kezdve vége a világnak. Na most nézzük, mi történik itt. Kap egy hatalmasat és lelövi a láztalpát. Elmarti, de nem sebesül meg, de nem sérül az IS-3-as. Próbálunk szépen oldalra mozogni, hogy lepattintsunk valamit, de hát az igazság, hogy nem sok esélyünk van, hogy ezt az ágyat lepattintsuk. És ott pont oldalába dúl bele 777 sebzést. Na most, mi még két lövést kibírunk, ez biztos. A probléma az, hogyha még egyet belénk húz, akkor utána mit fogunk még tudni tenni a meccsben? Mondjuk 100 HP-val, ami megmarad. Úgyhogy itt ilyen mögöttünk Barsu, neki próbál nekünk segíteni. Miközben Pandarkin meghalt. Pandarkin. Próbálom, tényleg próbálom kiadani. Talán a kommentekben megosztja velünk Pandarkin, hogy miért ez a neve, illetve hogy honnan van az eredete. Az IS-3 közben elpusztult szerencsére, az AMX 50-es beleresztette a tárát. Ugye ez a revolver vagy dobtáros orosz nehéz tank. És itt van egy Type 59-es, és na ezzel nem megyünk ki oldalunkkal a, de igazából semmilyen módon egy ilyes 252 elé. 10-8 az állás. Szóval még mindig eléggé nekünk áll. És úgy tűnik, hogy nagy részt megállítottuk itt a dombról, illetve a domb oldaláról érkezőket. A másik oldalon meg kicsit olyan senki nem nyer eset van. Itt egy lőve. Egyébként megjegyzem, hogy nincsen megjavítva a tüzérünk, és ezért elég pontatlanul fogunk lőni, ami kis távolságra annyira nem fontos, de hogyha kicsit messzebbre, mint mondjuk arra lővére akarnánk lőni, akkor már azért nem lenne mindegy, illetve nagyon-nagyon lassan fogunk célozni. Igaz, hogy 3000-be kerül egy javítócsomag, de nem tudom, hogy Elmartin szándékosan nem javítja meg, avagy ilyen fukarságból úgymond működik ez a dolog. Lehet, hogy egyszerűen nem vette észre. Kimegyünk a lőve elé, és látjátok megint csak az ISU nem nagyon tud lepattintani dolgokat, főleg egy komolyabb ágyútól. Nagyon lassan céloztunk, de azért a lőve eleje az nem fog lepattintani egy BL10-es ágyút. Oké, ez eddig 3K nekünk, 4 Barsumnak és 1 volt Pendarkinen. Ez így most már 8, már csak 4-et kéne szereznünk, Type-unk ég. És 11-11 innentől szinte már bármi lehet. A Hellcat meg a Type-al harcol, elég egyértelmű ki fog onnan kijönni győztesen. Nekünk pedig csak 300 életünk van, az azt jelenti, hogy a Ferdi egy lövésre lehet bennünket pusztítani. Jó, oké, jó, a másik oldalán van annak a falnak. A Type-nak azt mondom, hogy két lövés. Nagy valószínűséggel két lövés vagyunk. Úgyhogy kicsit veszélyes a helyzet. 11-12, már csak Barsoom, egy Pershing és mi érünk. Viszont van négy ellenfél. Hopsz, és itt a Ferdi, aki abszolút nem vett bennünket észre, és időttünk előbb. Ilyenkor jól jönnek a reflexek. Szegény Ferdi. Egyébként ő volt a lila zsiráf. Nagyon jó neve van. Na és az előbb itt volt egy Type 59, most már tudja, hogy itt vagyunk, reméljük, hogy betöltünk, miről megérkezik. Kinézünk itt egy kicsit. Még mindig kibírunk egy lövést. Hopp, itt jön a Type. Azonnal indulunk visszafelé. Nem lőtt. Majdnem kinézett. Ha kijön, az a kérdés, hogy ki lő előbb. Ó, ügyesen hátrafele ment ki, de túlságosan hátra ment, az igazság. Kaptunk egy lövést, 50 HP-ig maradt, ő viszont meghalt. Tehát a probléma, az ötlet jó volt. Na igen, ezt már nem értük túl. Úgyhogy innentől azt hiszem, hogy hamarosan Barsoomra kapcsolunk. Tehát az ötlet jó volt a Type-tól. A probléma az volt, hogy nem jól kivitelezte a dolgot.
Mégpedig azért, mert túlságosan kiment. Tehát az oldalát akarta csak megmutatni, egyébként ez veszélyes egy ilyesú ellen, de kitett az elejét is. Tehát nem volt elég megfelelően kivitelezve ez a hátrafele, kivenjünk és oldalunkkal lepattítjuk manőver. Na és közben itt próbálják ugye elintézni, hogy Pershing ne lője le a lövét, mert Barsum szeretné magának, hiszen 5 kije van, nekünk is 5 van, az 10, illetve Rendárkinek van 1, 11, tehát még 1 kell, és pont annyi van. És nekünk még mindig van 1104 HP-nk. És itt elitárunk, ami csak arra vár, hogy a lővét kicsit megnoszogassuk vele. És hoppá! Meg is talált bennünket a lőve. És a roncs ott van, kapott egyet. És kapunk még egyet. Ez is lepattant. Na még egyet. Még egyet, már csak egy van a tárban, ha jól sejtem. Hopp, és meg volt. Ugye ki van lőve a rőszerraktárunk, tehát hogyha most újra kellene volna töltenünk, az valószínűleg a halálunk lett volna. És akkor lőttek volna az érmünknek, de így meg lett. Tehát 6 kill Barsoonon, 5 kill Elmartinon és 1 Pendarkinen. És így megvan a 12 kritikus együttműködés. Gratulálok nekik. És ti pedig hamarosan várhattok újabb és újabb videókat, mert igyekszem csinálni őket. Sziasztok!